Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most is bibliai kérdésekkel foglalkozunk. Fontos, hogy már fiatalon megismerjük a Bibliát, fontosabb történeteit, mert ez az életünket formálja, és hasznunkra válik. A történet, amiről beszélek, az Mózes első könyvében található a 12. részben. Hogyha érdekel benneteket ez a történet, és alaposabban még utána akartok nézni, akkor a Mózes első könyvében találjátok a 12. fejezetben. Kezdem azzal, hogy volt egy ember, Ábrahámnak hívták. Megjegyitek ugye a nevét, ez egy fontos név, Ábrahám. Gazdag volt, nagyon gazdag volt, sok állatot tartott, voltak tehenei, némelyik nagy kövér tehén volt. De voltak köztük sovány tehenek is. Tudjátok, miért voltak soványok? Mert nem szerették a spenótot. Nem nagyon legelték. És válogatósak voltak. Ez se tetszett, az se tetszett. A többi tehén pedig ette, tépte a füvet, ami az útjába került. A kövérebbek minden fűszálat megettek, letépték, és a bendőjükbe küldték. Aztán nem csak tehenei voltak ennek az Ábrahám bácsinak, hanem voltak kecské is, ilyen nagy vakkecskék. És ezek a kecskék, tudjátok, hogy mennyire szeretnek ugrálni, ugrabugrálni. És aztán a fiúk pedig különösek, hát szeretik azt, hogyha mások is látják őket, hogy összemérik az erejüket, és távolról futnak, és egymás fejéhez kocintják a fejüket. Dúr! Csat! A két fej összeütközött. És hát ezek a kecskék aztán ugráltak, felálltak két lábra, mert tudjátok, a falevelét roppan szeretik a kecskék, a falevelét, és felállnak. Láttam egy olyan esetet is, amikor az egyik kecske lehúzta a falevelét, és ott állt mellette a társ, és akkor együtt ették a leveleket. Aztán Ábrahám bácsinak nagyon sok birkája volt. Voltak öreg birkák, voltak kis birkák, nagy birkák. Volt neki kutyája is, ami segített a birkákat terelni. És ezek a birkák némelyik olyan volt, hogy térdelve legelt. Mielőtt letépte volna a füvet, letérdelt. Olyan megható volt ez a látvány, amikor egyszer láttam, hogy az egyik birka így legelt. És hát, amelyik birka fiú ideges volt, hát az is éppen úgy birokra kelt a másikkal,
és fontos volt azt tisztázni, hogy ki az erősebb. Te is így vagy pontosan, hogy tudni akarod, vagy hogy lássák mások is, hogy te az erősebb vagy, hogy legyőzöd a gyengébet. Hát, aztán volt a birkáknak nézőközönségük is, ezek a szamarak voltak. Hát a szamarak bámulták őket, amint ott verekedtek, és bámulták a teheneket is a szamarak. A szamár az olyan, hogy gondol egyet, és akkor nem mozdul, meg se mozdul. Csak áll. Hiába szorgalmazzák, hogy induljon el, csökönyös, nem mozdul el. Hát, Ábrahám bácsi ilyen állatokkal szerelte föl magát, voltak neki még pásztorai, jó, erős pásztorbácsik voltak, és voltak szolgái is, akik hát egyéb munkát végeztek, istálót takarították, meg egyéb munkát. Aztán, hát, Ábrahám bácsi körülnézett, hogy milyen van, hogy jobban lásson, felült egy nagy púpos tevére. Ez a kedvenc tevéje volt. És Ábrahám, ahogy otthon gondolkodott, nézelődött, került újabb és újabb köröket a tevéjével, egyszer csak azt hallja, hogy Isten a szívéhez szól. És azt mondta neki, hogy ide figyelj, Ábrahám, hagyd itt most ezt a helyet, ahol laksz, Úr-Kasdimon, és menj el egy másik helyre, majd megmutatom, hogy hova kell menni, szedd össze mindenedet, állataidat, pásztoraidat, szolgáidat, feleségedet, és mondd el a rokonaidnak is, hogy más országba készülsz. Ábrahám imádkozott, komolyan imádkozott, és elfogadta, amit Isten mondott neki. És szólt a pásztoroknak, tereljétek össze az állatokat, és készüljünk a nagy útra, a hosszú útra, nagyon-nagyon hosszú útra megyünk. Hozzatok magatokkal nagy boktokat is, ilyen nagy furkós botot, mert meg paritját is, régen ilyen paritjákat is használtak. És erre azért lesz szükség, hallod, János, te vagy a főpásztor, Imre meg az alpásztor, halljátok? Azért kellenek ezek a nagy botok, mert útközben a bokorból előugorhat egy tigris, vagy előugorhat egy oroszlán, vagy előugorhat egy macska, vagy mit tudom én, előkúszik egy kígyó, és ott baj csinál nekünk, de hogyha lesz nagy furkos bot, és odajön az a nagy kövér medve, akkor megforgatod a furkos botot, és el fog szaladni, és nem bántják a birkákat, a kecskéket, a kis birkákat, a nagy birkákat. Aztán Ábrahám szólt a rokonainak is, hogy Istennek mi a terve vele. És először is elmondta unokaöccsének, Lótnak. És Lót egy olyan fiú volt, hogy neki mindig tetszett a kaland. És
hogy elutazni, messzességbe vinni mindent. Ó, de jó! Emelgette a kalapját Lót örömébe, hogy de jó, megyünk. És akkor vihetem a feleségemet, is kérdezte. Hát persze, mindent, amit van, bár nem sok mindened van, de azért hozzad magaddal. És hát Ábrahám akkor készült, és szólt a feleségének, akit Sári néninek hívtak. Sári néni. És azt mondta neki, ide figyelj, asszony, Sári, most itt hagyjuk ezt a helyet, és elmegyünk egy olyan helyre, amiről Isten beszélt nekem. Ott minden másképpen fog alakulni. Az egy csodálatos hely lesz. És akkor Sára bólintott egyet. Jó van, uram Ábrahám. Megyünk akkor. Na segíts akkor már rajtam. Segíts már, hogy fel tudjak mászni erre a nagy két púpú tevére. Erre ültetsz engem. Na jó, megkapaszkodok elő is, hátul is a púpjába. És akkor eldöcögünk. És a tevék himbálózva, rogyadozva elindultak. A szamár pedig, amire hát Lót ült, és ahogy ment a szamár, néha a bal lábával, a bal hátsó lábával kirúgott egyet, és egy nagy port is csinált, és csapkodott a farkával. Hát ez idegesítette Lót bácsit egy kicsit. Ábrahám komolyan imádkozott a lelkébe, kérte Istent, hogy a családjával és állataival együtt őrizze meg őket, hogy se tolvajok, se rablók, se hadsereg ne támadjon rájuk, és ne szedje el a javaikat. És akkor Isten azt mondta Ábrahámnak, ne félj, Ábrahám, figyelj csak, akik jók lesznek hozzád, azokhoz én is jó leszek. Akik téged áldani fognak, azokat én is megáldom. És arra a földre viszlek el, ahol a világ megváltója megszületik, Krisztus, ott fog megszületni az ígéret földjén. Ábrahám hitt Istenben, és szerette Istent. Hát aztán így elindultak, haladtak az úton, néha bevadultak a tevék, és száguldoztak Sári nénivel. De Sári néni edzett volt, nem félt, és nem jajgatott, amikor nyargalt vele a teve. Lót néni azonban tüsszögött, sikoltott, kapaszkodott, amikor a teve ruhant vele, de aztán a tevék megnyugodtak, lassítottak, melegük volt, lógott a nyelvük, és megálltak, és lefeküdtek, és szépen le tudott szállni Sári néni is, Lót néni is a nagy púpú tevétől. Majd közeledett az este. Ábrahám mondta, hogy megállnak pihenni, és a pásztoroknak szólt, hogy állítsák fel a sátrakat, amiben majd alszanak, és gyújtsanak tüzet, és sütnek egy kis finom húst, és megvacsoráznak, és
Hát éppen holdfényes éjszaka volt, és nagyon szép légkör volt. Aztán lefeküdtek, akik tudtak, de néhány pásztornak ott kellett ébren maradni, és vigyázni, hogy nehogy, ha jön az ellenség, az oroszlán, a tigris, a medve, a macska vagy a kígyó, nehogy rátámadjon a táborra. Tehát megvacsoráztak, jól laktak. Hát a szatyor alján volt még egy kis csoki is, nyalóka is, de hát már éjszakára nem akartak enni. Lefeküdtek, és pihentek, és hát az oroszlánok nem mertek közel jönni. Reggel korán útra keltek. Az egyik szamár úgy elfáradt, hogy nem volt kedve felkelni ott. Bögdösték az oldalát, hogy te csacsi, kelj már fel, emeld már fel magad, és kelj föl, mert indulunk. És mentek aztán az idegen földre, amit nem ismertek, idegen útakon. Ábrahám nem félt, és bátorította az embereit is. Ábrahámnak nagyon nagy hite volt, a szívével hitt. És aztán egy folyóhoz értek, a tehenek, a birkák, a szamarak, a kecskék, a kutya, és hát a Sári néni, a Lót néni, Lót bácsi, és Ábrahám bácsi, a púpos tevéjét úgy igazgatta, hogy próbálta megnézni, hogy hol legsekélyebb a víz, és akkor ott száraz lábon, vagy legalább olyan térdig érő vízbe átmennek, átkelnek a folyón, és hát a teve bátran belelépett a folyóba, ó, hát ez nem mély víz volt, úgyhogy a birkák se féltek, őket se lepte el a víz, a kecskék is élvezték, mekegtek közben, élvezték a vizet. És hát Lót néni egy kicsit félt, és hát egy kicsit csikoltozott is, hogy ó, hát mi lesz itt a vízben, de Sári néni úszott, és vezette maga mellett a tevét, a teve boldogan ment vele. Aztán tovább haladtak a folyó túlsó partjára, értek, kimentek a folyóból, és hát látják a gyönyörű virágokat, a pálmafákat, és hogy a gyönyörű tájat láttak. És csoda szép volt ez a hely. Ábrahám bácsi Sára nénivel énekelt, és mindenki tapsolt, a birkák is mozgatták a fülüket, a kecskék is oda dörgölődtek a fa törzséhez, és hát mindenki boldog volt. Megérkeztünk erre a csodálatos helyre. Isten azt mondta, hogy ide jöjjünk. Hát ez az ígéret földje, ahol majd megszületik a megváltó Jézus Krisztus, a világ megváltója, az én megváltóm, aki engem is szeret, téged is szeret.